Dr. Őrsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa, nyugalmazott múzeumigazgató. A Kárpát-medence néprajzi és történelmi kutatásaival, az eddigi elhivatott munkássága elismeréseként számos megyei és országos díjjal tüntették ki. Jelenleg könyvszerkesztéssel foglalkozik, ahol további sikereket ért el. Őrsi Julianna vagyok. A nevemmel mindig baj van, legalábbis a nyomdába, mert mindig hosszú ővel akarják írni, és nekem a nagyanyám, mikor első osztályos voltam, és a kezébe adtam a bizonyítványt, akkor kisjány, mondd meg a tanítónéninek, hogy nem Őrsik, hanem Őrsik vagyunk. Tehát rövid ővel kell írni a nevemet. Ezt egy életre megtanultam. Hát nagyon sok jó emberrel és mesélős emberrel találkoztam gyerekkoromban. És hát ugye egy tanyasi környezetbe töltöttem az első 6 évet, amíg nem jártam iskolába. De aztán a szüleim először a nagyszülőkhöz vittek, hogy onnan járjak a városi iskolába, és utána pedig sikerült egy rokontól a családi házat megvenni, és utána már tanévközben városi lakosok voltunk, és nyáron pedig kimentünk a tanyára, és őszig kint voltunk, tehát ugyanazt az életet éltem utána is, míg általános iskolás voltam. Kellett legeltetni a tehenet, a disznókra vigyázni, a libákra, elég sok feladat volt, és ezt számon is kérték rajtunk, mert hogy öcsém is van, és ő is ezt a pásztorkodást megtanulta, és hát még később is volt ilyen munkára szükség, mert volt, amikor édesapám nem kocsis volt a téhezve, hanem juhász, és akkor időnként mi ránk bízta a birka nyájat. Hát akkor már gimnazista voltam, mikor emlékszek rá, hogy a Nagy Hadrovics szótárt vittem magammal, és közben meg a kutyát, és közben ugye vigyáztunk a kutyával együtt a nyájra. Én meg próbáltam tanulni az orosz szavakat. Mert akkor még én újságírónak készültem, és azt mondták nekem, hogy csak Moszkvában lehet ilyet tanulni. No, tehát így teltek a napjaim gyerekkoromban, meg hát ugye csináltunk egyszer az egyik közeli kanális partján egy kunyhót az öcsémmel, meg a barátainkkal, egy ilyen földben mélyített. Azt még nem tudtuk, hogy milyen hagyományhoz nyúltunk vissza, és akkor abba belemásztunk, és jött az egyik juhász, arra terelte a nyáját, és a kalapjából a vizet ránk borította, ez emlékezetes számomra. Tehát ilyen élmények voltak. Aztán ugye az iskolában tanultuk a Petőfi verseket, és emlékszek rá, hogy ennek a kunyhónak a oldalára, vagy a falára, amit csináltunk, ráálltam és szavaltam a Alföldet meg ehhez hasonló verseket. Teljesen magaménak éreztem Petőfi versét. Hát bizony ott tudtam meg, hogy mi is az a
az, hogy látni egy hatalmas nagy tájat, vagy mikor visszatükröződik, annyira meleg van a látóhatáron, hát hol a vonat, hol, mikor, milyen kép, mert ameddig elláttam, egy sor tanya volt, és semmi más. A mi tanyánknál, amit a dédnagyapámék építettek, csak két fa volt. Egy akácfa, elég gyengécske volt, és a másiknak nem tudom a nevét, hogy mi volt, mi pondrófának hívtuk, mert olyan jó nagy testes pondrók keltek ki, és mászkáltak ott a fa körül. Távolba láttuk a sín, a vonat néha ugye elment, mert karcagpusztán volt ez a tanya, és előtte meg volt a régi négyes, azt ismerjük, és fél nap is eltelt, hogy egy autó elment, egy teherautó. Nagyon-nagyon ritkán volt, hogy személyautó. Tehát ez a látvány olyan mindennapos volt nekem. És akkor emlékszem rá, hogy már otthon laktunk, és valaki a kezembe adta Györfi István nagykunsági krónikáját, és az öcsémmel ugráltunk az ágyon, és én valami kis versikét faragtam ebből a nagykunsági krónikából. Tehát így kezdődött a Györfi Istvánnal való, néprajztudóssal való ismerkedésem. No meg úgy, hogy a disznós nagyanyámékhoz jött egyszer egy távoli rokon, és mondta, hogy Györfi Pista, akkor egy jót nevetett, hát én is odaadtam neki a tulipános ládánkat. És hát ugye, ahogy szaporodtak az emlékek, az információk, úgy egyre közelebb kerültem azért a parasztvilághoz. Jól lehet, abban az időszakban nem arra neveltek bennünket az iskolába, hogy az egy megbecsülendő réteg a magyar társadalomban, hanem inkább arra, hogy menjünk minél, lépjünk át ezen, és ne parasztok akarjunk maradni, hanem valami más, főleg értelmiségi. Ez meg is mutatkozott akkor, amikor 1970-es évek közepén egy felmérést csináltam Karcagon. 400 család töltötte ki a kérdőívemet, és nagy százaléka azt írta, hogy a gyerekéből nem akar parasztot nevelni. És hogy én nekem mégis hogy váltottam, hogy lett mégis közöm tehát ilyen érzelmi kötődés a parasztokhoz, azon túl, hogy a egész família mindezt ebbe a rétegbe tartozott. Hát 1966-67 tájékán írtam egyszer egy olyan kis írást, hogy hazafelé hazatérés. És ezt meg, ekkor már ugye gimnazista voltam, megmutattam a tanáromnak, aki történelmit és magyart is tanított. Valami diákpályázat volt ott helyben, és hát persze, hogy első lettem. És utána egyre többet biztatott engem,
Rideg István ez a tanár, akivel azóta is nagyon jó kapcsolatom van. Már mióta ugye nem vagyok tanítványa, azóta megfordult egy kicsit a dolog, mert én segítettem őt, amikor ő nyugdíjba ment, hogy írjon minél többet, és megpróbáltam megjelentetni az írásait. Ez egy nagyon jó kapcsolat, tehát valamit vissza tudtam neki adni, amit hát ő tanított engem ugye arra, hogy kell interjút készíteni, hogy pályázatot íratott velem harmadikos koromban is, negyedikes koromban is. Így jutottam be történelem szakra az egyetemre felvételi nélkül, mert országos 8. lettem. Nagyon fontos az, hogy találkozzon az ember olyan személyekkel, akik hatni tudnak rá. És hát az egyik, mondhatom majdnem, hogy a legjelentősebb kulcsember Rideg István volt. De később is nagyon sok kiváló egyéniséggel találkoztam. Az egyetemen Gunda Béla professzor volt számomra meghatározó, néprajztudós, aki látta bennem azt, hogy van kedvem, szeretem a terepmunkát, és hát belevezetett, hogy kell könyvet írni, vagy hogy kell egy település kultúráját feldolgozni. Ebből született meg a Karcag társadalom szervezete a 18-20. Században. Ennek az első változata volt a bölcsész doktori anyagom, aztán ezt továbbfejlesztettem, lett belőle kandidátusi értekezés, és professzor úrnak köszönhetem azt, hogy az Akadémia Kiadó 1990-ben megjelentette. Ez az első jelentős könyvem. Nem mondom azt, hogy könnyen született meg, mert nagyon sokszor visszaadta, hogy most ezt javítsak rajta, azt javítsak rajta, de nagyon hasznos volt, úgyhogy azóta is köszönöm neki, mert innen tudom, hogy kell könyvet írni, hogy kell szerkeszteni, úgyhogy ez a minta számomra. Az egyetem elvégzése után szakmát kellett, vagy munkahelyet kellett találni. Ez nem volt nehéz, mert a szülővárosom visszavárt. Voltak ajánlatok, például Miskolci múzeum igazgató is hívott, de én olyan természetesnek tartottam, hogy visszamegyek a szülővárosomba. Lehetséges, hogy másutt hamarabb, vagy jobb körülmények között hamarabb lettek volna könyveim, mert például Szabadfalvi József, szintén egyetemi tanárom, nagyon biztatta a kollégáit, hogy kutassanak, írjanak, tehát mindazt, amit tudnak a paraszti világról, azt tegyék közkincsé. Ez Szolnok megyébe abban az időben egy kicsit nehezen ment, pláne kisvárosba. A Karcagi Múzeum munkatársa lettem, de ott már volt egy néprajzos, úgyhogy nekem
vállalni kellett azt, hogy másik oldalról közelítem meg a néprajzot, mégpedig jelenkor vizsgálatot kezdtem, mint legújabb kori történész. Nagyon jó tanítómesterem volt a Karcagi Múzeum akkori igazgatója, dr. Bellon Tibor. Jól együtt tudtunk dolgozni, és megtanultam mellette azt, hogy a múzeumnak nagyon fontos a gyűjtőmunka, legyen ez tárgyi anyag, vagy nyilvánuljon meg tárgyi anyag begyűjtésében, de a hozzátartozó ismereteket is írjuk fel, legyen ez a társadalomnak a vizsgálata, történelmi mélységben is, és a jelenkorban is. Tehát Tibor ezt erősítette bennem, hogy sok szempontból vizsgáljam a kultúrát. És hát természetesen én pedig szorgalmasan végeztem ezt a munkát, és hát odaadtam mindig, hogy az első bírálom legyen ő. Tehát így teltek az első évek. Jól éreztem magamat. 1982-ben azonban változott a családi körülményem, így egy másik településre költöztem át. Hát a szüleim meg voltak rémülve, mert a rokonságból egy kivétellel senki nem volt vidéken. Mintha a világ végére akarnék menni, olyan fájdalommal vették tudomásul, hogy 40 kilométerrel arrébb Turkevén vállalom el a múzeumigazgatói állást. Tisztában voltam vele, hogy nem lesz könnyű feladat, hisz még kisebb a város, még kisebbek a lehetőségek, és meg kell azért küzdeni, hogy legalább olyan színvonalon tudjak dolgozni, mint Karcagon. Hála Istennek ez sikerült is. Igaz, hogy nem mindig értettünk egyet az akkori megyei főnökkel, mert én mindig többet akartam. És hát a lehetőségek pedig szűkösebbek voltak. Nem csak ez volt a probléma, hanem az is, hogy szembesültem másik oldalról ugyanazzal, mint amit mondjuk lehet, hogy én is mutattam Karcagon. Mert az idegent a kunember nehezen fogadja be, vagy mondhatom, be se fogadja. Ugye Karcagon természetes volt, ha elmentem egy idős emberhez, hogy úgy kezdtem a beszélget, vagy a bemutatkozást, hogy Nyester Julianna unokája vagyok. És egyből helyre volt téve minden, mert a nagyszüleimet nagyon ismerték, tekintélyük volt, és akkor megnyíltak. Mindenki. Tehát mindegy volt, hogy egy szegény emberrel beszélgetek, vagy egy egykori kulákkal. Mindenki mindent elmondott nekem. Amikor a Damjanich utca felmérését csináltam, az a saját, ahol laktunk, az az utca volt, még az utca titkait is elmondták. Pedig azt nem szokták kiteregetni, mint ahogy a családi titkokat se szoktuk kiteregetni. És hát én ezért nagyon hálás vagyok az akkoriaknak is, meg azóta, akikkel ismerettségbe kerültem. Lényeg az,
egy kutató számára, hogy próbáljon minél jobban összhangba kerülni az interjú alanyával, vagy adatközlőnek is szoktuk mondani, tehát azzal, akivel beszélget, akitől minél több dolgot szeretne megtudni. Tehát ezek a hétköznapi életnek, a kultúrának a legkisebb részei is, de ugyanakkor így lesz hiteles az, amit leírunk, mert nem csak nagy vonalakban, nem csak számokkal bizonyítjuk, vagy országos adatokkal, ugye, hanem konkrétan arról a településről, azokról az emberekről írunk, beszélünk. Talán a néprajztudományban is az egy korszak volt, amikor olyan fiatalok lettek néprajzkutatók, vagy múzeológusok, akik maguk is abból a népből származtak. Tehát kötődtek a faluhoz, a kisvároshoz, ahhoz a kultúrához, mert ők maguk is onnan jöttek. A város, Karcagváros kutatás, kultúrájának a kutatásán kívül a nagykunsága terjedt ki a figyelmem, és ezt megerősítette a türkevei tartózkodásom. Természetes, hogy ott is belefogtam egy kutatásba, és hívtam a kollégákat is, úgyhogy 1990-től 2000-ig három kötetbe Türkeve monográfiáját adtuk ki egy kutatócsoporttal. Ebben az időszakban Alföld szerte több kutatócsoport működött. Ez nem hivatalos csoport volt, hanem egymást hívtuk a kutatásaink kutatóközösségbe, és így születtek meg például a Nagykunság Földje és Népe című kötet, hogy ezt a 2018-ban megjelent könyvet említsem. Ugyanígy én kutathattam a Duna-Tisza közén, kutathattam más a Jászságban, vagy Hajdúságban, ugyanilyen kutatócsoport keretében, és ezért van az, hogy nagyon sok helyen jelentek meg a munkáim. Először a hazai területen, tehát először az Alföld, aztán szélesebben a Palócok, majd a Dunántúl, és aztán jöttek a határon kívüli kutatási lehetőségek. Hát itt nagyon fontos volt számomra a bácskai kutatás, ami úgy kezdődött, hát először is, a Kunságból a Bácskába települtek ki jó néhány százan, négy falut hoztak létre a 18. század végén, Bácskosútfalva, Pacsér, Piros és nem tudom, melyiket nem mondta. És főleg az egyházak tartották a kapcsolatot. Még középiskolás voltam, amikor az egyik paraszt bácsi a mi utcánkból fogadott, hát utána megtudtam, hogy egy tanítónénit, mert ugye a szállásadásnak ez a legtermészetesebb módja, hogy a családok befogadnak egy-egy
odautazó szemét a busz társaságából. Na hát ezt a Laura nénit én, miután az volt a nagy vágya, hogy egyszer lássa meg a Sárospataki várat, én elvittem oda. Általános iskolás voltam. Lehet, hogy még én se jártam addig patakon. És utána mindig valahogy érdekelt, hogy mi van velük, hogy vannak, hogy élnek. Hát a 200 éves kitelepülésük, 200 éves évfordulóját ott is megünnepelték, meg itthon is megünnepeltük egy konferenciával, meg én csináltam egy kiállítást is. Jól lehet, őket ide nem engedte ki az akkori jugoszláv állam, ez a 1986-ban volt. Utána pedig, mikor innen mentek a delegációk, Kunmadaras meg Karcag közönsége, azokat nem engedték az ottani ünnepségre. Nekem az volt a szerencsém, hogy mi saját autóval mentünk a férjemmel, és nem tudták, hogy oda tartozunk, úgyhogy mi nyugodtan mehettünk a néprajzos barátainkhoz megszállni, és részt vehettünk az ünnepségen. Fantasztikus élmény volt. Négy lelkész szelebrálta a ünnepséget. Sokan sírtak, és amikor az énekeket dalolták, hát zengett bele. Bácskosút falván egy dombon van a templom. Az egész környék, tehát nem, meg kint is álltak, ültek, nem csak bent a templomban. És hát sok mindenkivel összeismerkedtem, több lelkésszel, több tanárral, meg más egyszerű emberekkel is. És ez a kapcsolat azóta is megvan. Úgyhogy Szabó Lajos, aki az első országgyűlési képviselő volt a megyénkben, ő javasolta, hogy ezekkel a testvérvárosi kapcsolatot ezekkel alakítsuk ki. És ez azóta is működik. Hát nem véletlen az, hogy minden kirándulás, akár családi, akár közösségi, megragadott valamiért engem. Nem véletlen, mert tudtam valami szálat hozzá kapcsolni. Például az utcánkban lakott Tőkés Rebeka néni, igen idős kisasszony volt, akinek a testvére, Tőkés András, Kolozsvári Egyetemen tanult, lelkész lett, és a Partiumba 100 évet is megélt. Ez a Tőkés András gimnáziumba Györfi Istvánnal járt, és együtt kezdték Kolozsvárot, az egyetemet. Csak egy év múlva Györfi István ott hagyta, és Pestre jött át tanulni, András bácsi pedig ott maradt. De Györfi István nem szakította meg végképp a kapcsolatot Kolozsvárral, hiszen a Fekete Körösvölgye lett a kutatási területe a Nagykunság mellett, sőt még feleséget is onnan hozott. Ott esküdtek. A fia Györfi György ott is született, Kalotaszegen. No, amikor a rendszerváltás után Andrásfalvi Bertalan kultuszminiszter és román kollégája kötöttek egy kétoldalú kulturális megállapodást, akkor Andrásfalvi a Szolnok megyei kutatókra
gondolt, hogy hát akkor egy csoport, néhány múzeológus, néprajzos a Fekete-Körös völgyébe menjen kutatni. Hát ez fantasztikus volt. 90. februárjában még egyedül mentem Bukarestbe az első megbeszélésre. A kollégám nem mert eljönni. Még ugye nemrég volt ott is a nagy esemény, hogy Ceausescu-jékat kivégezték. Láttam azt a sok sírt. Fantasztikus élmény volt az is. És aztán elmentünk a falvakba. Hát ugye 7 falu van ott a Fekete-Körös völgyébe, amelyek magyar falvak. Hát azóta már szaporodtak a betelepült románokkal. Akkor még mindenütt volt magyar iskola. És 2000 körül kérdeztem, mert megtudtam, hogy az egyik rokonom, tanárnő, van egy tanári csoportba, akik járnak ki ugyanarra a vidékre tanítani vasárnapi iskolába a magyar nyelvet. Tehát fogyott a magyarság. Én 6 évig jártam. Minden évben több hónapot töltöttem a Fekete-Körös völgyébe. Rengeteg anyagot gyűjtöttem. Még azóta is adós vagy. Írosgáltam kisebb tanulmányokat, de hogy egy könyvet írjak, az még adósságom. Mikor legutoljára voltam, akkor már érződött az, hogy megbomlott a közösség. Tehát amikor még oda mentem legelőször, vagy az első években, akkor még szinte úgy működött a közösség, mint ahogy Györfi a század elején találta, vagy leírta. Mikor már én legutoljára mentem, meg még utána is többször visszamentem, mert a háziasszonnyal nagyon jó kapcsolatba kerültem, akkor már a nyugati kultúra egyre erősebben tért hódított, egyre többen kijöttek Budapestre erre-arra dolgozni, és vannak, akik nem is kerültek vissza. Tehát a két szememmel láttam, érzékeltem azt, hogy megbomlott az a társadalom. Megint onnan kell kiindulnom, hogy nagy meglepetésemre 1993-ban kaptam a Nagykunságért díjat. Ez engem elgondolkodtatott. Jól lehet, az addigi munkáimért kaptam, de úgy éreztem, hogy nekem most kell valamit tennem, hogy bizonyítsam, hogy igen, ezt én a Nagykunságért tettem, vagy a Jászkunságért. 93-ban, és akkor az agyamba ötlött, hogy 95-ben a Jászkun redemció kerekévfordulója lesz. 1745-1995. Hát ezt meg kéne, nagyon emlékezetessé kéne tenni, meg kéne ünnepelni Jászkunság szerte. Kidolgoztam egy tervet, és előálltam a múzeum igazgató elé, és elmondtam, hogy mit gondolok, hogy kellene ezt megünnepelni. Hát voltak nem az igazgatók közül, hanem
másoknak is elmondtam, volt, aki azt mondta, hogy hát azt se tudjuk már, hogy mi az a redemció, ugye? Ez egy olyan történelmi lépés volt a jászkunság részéről, hogy a polgárosodást nyugodtan köthetjük ehhez az évforduló, az évhez, nem az évfordulóhoz, hanem az eredeti 1745-ös eseményhez, mert hogy a kunok és a jászok a 1240-es években olyan egyességet kötöttek kötöny vezérletével, hogy letelepedhetnek a Kárpát-medencébe, a nemesekhez hasonló kiváltságokat kapnak, de ez területhez kötődik, és nem személyhez. Viszont ezért az államat segíteni kell katonáskodással. És ettől kezdve mindig katonai szolgálatot vállaltak a jászok és a kunok. 1702-ben, tehát amikor már a török elpusztította a kun falvakat, akkor az illetékes császár Lipót eladta a jászkunságot, és jobbágy sorba kerültek. Oda volt a kiváltság, a függetlenség, földesúr lett. Ez ellen, tehát 1702-től 1745-ig összefogtak, közösen harcoltak, hogy visszakapják a korábbi jogaikat, és végül sikerült Mária Teréziával megegyezni, és megválthatták magukat. Ez azt jelentett, hogy bizonyos összeget kellett minden településnek felvállalni, hogy azért megkapják a szabadságot. Akkor ugye abban a helyzetben nem volt elég pénz a városi vagy a falusi kasszákba, hát a lakosokhoz kellett fordulni, és azok pedig mellé álltak az ügynek, összefogtak, és befizették az összegeket, és akkor az önkormányzatoknak, vagy a tanács, akkor úgy hívták, tanácsoknak kellett valami ellentételezést adni a lakosoknak, és ezért kaptak tulajdonukba földet. Nos, hogy tudott akkor 31 település összefogni? Micsoda szervezés kellett ahhoz, és micsoda belső indítatás, hogy ez megvalósuljon. Na hát, sok kiváló ember volt, ilyenek voltak az Illésiek, a többi területről is mondhatnék ilyen konkrét családokat, és fontosak voltak a jegyzők, aki 1743-tól Karcagon Varró István volt. No, ennek kapcsán kezdtem kutatni a jegyzők sorsát, tevékenységét, és jött létre ez a Jegyző Generáció című könyv. Mikor megjelent, és mutattam ismert történészeknek, akkor az a vélemény volt, hogy a jegyzőkről még nem született könyv a magyar szakirodalomban. Tehát ez is egy számomra siker volt, hogy egy történész egyből így méltatta a könyvemet. Persze azóta is sokan használják, olvassák, csak úgy, mint a karcagi kötetet, ami egy idő után kötelező olvasmány volt minden néprajzi tanszéken.
Hát már nem egy darabig számolgattam, hogy hány helyen hivatkoznak rá, valami 80-valahány volt, aztán utána már abba hagytam, mert hát mással is kell foglalkozni, ugye? Tehát többek között, tehát így születnek a saját könyveim, hogy mindig van egy indítatás, hogy miért kezdek én abba a kutatásba bele. Amellett, hogy témakutatást végzek, mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a múzeum éljen, a múzeumban élet legyen, és eljusson az emberekhez mindaz, amit akár kutattunk, találtunk, tehát közzé tegyük. Így én számomra nem csak az az elismerés, amiből van bőven egyébként, nagyon örülök neki, helyi, megyei, országos kitüntetések, díjak, hanem az is elismerés, hogy annak hatására, hogy elkezdtük ezt a redemciós ünnepséget, ami egy évig tartott, kiállítások, versenyek, pályázatok, előadássorozat, kulturális műsor, szóval sok minden volt benne, de még egy olyan jelenség is lett, hogy utcát neveztek el a redemcióról, hogy újságot hoztak létre, ami azóta is van, és lovas csapatokat alapítottak, tehát számtalan olyan csapat van, bandérium, jász bandérium, nagy kun bandérium, kis kun bandérium, amely a fiatalokat nagyon vonza. Nem csak az, hogy megtanulnak lovagolni, hanem élvezettel csinálják. Színvonalas műsorokat adnak elő, bemutatókat, például ez a karcagi csapat, aki Bene Sándor, aki nekem az édesapja, tanya szomszédom volt, a most már több évtizede vezet egy ilyen csapatot. Egyébként ez a ifjú Bene Sanyi volt a Árpád vezértő alakította az egyik történelmi filmbe. Tehát látszik az, hogy ők ezt szívből csinálják, örömmel, és tovább is akarják adni. Tehát mindenki nagyon meggyőzően a néphagyományt, hogy úgy mondjam, újraéleszti, továbbviszi és továbbadja. Hasonló a szerepük, úgy gondolom, mint a népművészeké. Ők is, mindenki a hagyományból indul ki, valami újítást is csinál, ugye? És ők is tovább akarják adni. Úgyhogy ez fontos. No, amit itt fogok, a Jászkunság évkönyv, ami folyóiratként indult 1954-be, az akkori múzeumigazgató Kaposvári Gyula és a megyei könyvtár igazgató hozták tulajdonképpen létre, és hát aztán nagyon sok szerkesztője volt. És az olyan embereket fogták össze, akiket érdekelt a kultúra, a hagyomány, és ez egy nagyon színvonalas megyei folyóirat volt. Én 2005-ben 6-ban kaptam meg a szerkesztői feladatot,
sajnos, mint más folyóirat is, egyre nehezebben tudott működni, mert nem kaptunk támogatást. Akkor Tájban a kulturális vezetők úgy gondolták, hogy legyenek a folyóiratok csak elektronikus formában, elég az. Hát nem igaz, mert szükség van rájuk. Nos, többek között ez a kényszer vitt rá, hogy könyvformájában jelenjen meg a jászkunság. 2013-ban adtuk ki az elsőt, és amint mutattam, most a 9. van a nyomdában. Az előző, a 8-as kötet, az kézbe vehető, meg az összes többi, mind ilyen tekintélyes terjedelmű 400 oldal. Ebbe tematikailag nagyon sok minden benne van, mert van régészet, történelem, néprajz, kulturális antropológia, földrajz, de ha mezőgazdászok írnak bele, azok is helyet kapnak, ha orvosok írnak, azok is megjelenhetnek. Tehát egy nagyon széles skálájú könyv. Vannak benne kimondottan tudományos publikációk, de vannak benne kulturális eseményeket megörökítő rövidebb írások. Aki melyik stílust kedveli, azt olvassa belőle, és bízok benne, hogy minden kötet hát kedvére válik az olvasóknak. Bizonyára nem véletlen az, hogy a kutatásom egy része családkutatás. Kapcsolatba kerültem olyan önkéntes kutatókkal, akik a saját családjukat kutatják. Így konferenciát is szerveztem a családkutatásról. Két kötetes könyv lett az eredménye, hát most itt nem hoztam, de Középpontban a család címmel, de adtam ki alföldi családtörténeteket, és hát még hátra van egy nagy munka megírása a családról, a vérségi kapcsolatokról. Jól lehet már, volt egy három kötetes munka, amit másokkal együtt írtunk, én szerkesztettem, aminek a címe az, hogy kulcsemberek, azokról beszéltem, hogy família, család. A familiát én a rokonság értelemben használom. De egy nagy összegzőt még szeretnék megírni. Persze más témáim is vannak, amiket még kutatok, és szeretném, hogy könyvek legyenek belőle. Az Alföld szószólói címet adtam én a református lelkészek, alföldi református lelkészekről szóló könyvemnek, ami ugyan sokat haladt előre, mert egy könyvet már kiadtam a reformáció 500. évfordulója kapcsán, a Palásban címűt, de még tovább szeretném ezt bővíteni. És hát, ahogy már a kutatásom megkezdésétől is 50 év telt el, úgy néha-néha összegezni is kell. És ez, ennek az eredménye két könyvbe 65 éves koromban jelent meg a Kötődés című munka, amiben hát jó néhány tanulmány van,
de belekerült a addigi bibliográfiám is, és könyvbemutatók, kiállítások szövegei, és egy azóta eltelt 5 évről a Kihívások és válaszok a népi kultúrában című kötet is egy ilyen összegzés. Persze 2000-ben se hagytam abba, mert többek közt olyan írás is született, hogy most nem jut eszembe hirtelen. Tehát egyre több olyan írás születik, az ihlet ugye, meg a visszaemlékezés, ami egy-egy esemény az életemből. És én azt gondolom, hogy ezekre is szükség van, mert fontos az, hogy egy kutató hogy éli meg a saját életsorsában mindazt, amit kutat. Hiszen tele vagyunk változással, és hogyha most nem rögzítjük, akkor sok mindent elfelejt, vagy nem tud majd az utód nemzedék. Erre akkor is különösen rádöbbentem, amikor az egyetemen tanítottam Szegeden, vagy a főiskolán, Mezőtúron vagy Szolnokon, hogy ha íratok egy szakdolgozatot, vagy egy szemináriumi dolgozatot, a diákok csak az internetes hivatkozásokat írják le. Hát azért ez valahogy nem jól van. Tehát a könyvnek a becsületét meg kell őrizni, a könyvre szüksége van a jövő társadalmának is. Hát más nem mondjak, még ezzel nem biztos, hogy mindenki szembesült. Én igen, sajnos. Írtam is egy kis glosszát, Szemünk világa címmel, hogy a túl sok műfény, a túl sok internetezés bizony a szemünknek át, és valahogy meg kell őrizni az egészségünket, ebbe beleértek minden szervünket, de hogy a szem rendkívül fontos, a tudás átörökítése, vagy megszerzése szempontjából. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy hát ezek a kutatók kutatnak a maguk kénye kedvére. Én viszont azt állítom, hogy a paraszti kultúrának, a nemzeti kultúrának olyan értékei vannak, amit meg kell őrizni, és tovább kell adni. Ennek érdekében nem csak előadásokat tartottam, hanem nem csak a katedráról beszéltem, vagy a kiállításba hívtam fel a figyelmet egy-egy tárgy kapcsán, hanem próbálok is tenni azért, hogy minél többen érezzék ezt a fontosságot. Ezért most már elkezdtem, és kapcsolatba léptem a tankerületi megyei igazgatóságból, a Karcagival, ami ugye a fél megyét jelenti, hogy minden iskola könyvtárába kerüljenek ezek a könyvekbe, mert ezek az ismeretek segítik
a nemzeti tudat, a lokális tudat megőrzését. Ez hozzájárul a szülőföldön maradáshoz, ez hozzájárul az erkölcs megerősítéséhez, az egymás tiszteletéhez, és szinte minden tantárgyban fel lehet használni egy-egy terület, tehát szakaszát. Úgyhogy most ezen fáradozok, hogy ha megkezdődik az év, akkor 35 iskola, állami iskola, és remélem, hogy az egyházi iskolákat is össze tudom szedni, az megint lehetséges ennyi, középiskolákat, hogy minden iskola kapjon ebből a könyvsorozatból, ami immár ugye hát legalább 30 könyvet jelent, ha nem többet, most hirtelen nem is tudom, hogy a tanárok használják, és építsék be az országos ismeretek közé a lokális ismeretet is. Tehát jelen pillanatban ezen fáradozok.